Minden évben a brit Florence Nightingale születésének évfordulóján tartják az ápolók világnapját. A modern nővérképzés elindítója éppen 200 éve ezen a napon született. A koronavírus járvány miatt azonban idén nem csak ma tisztelegtek a beteg ápolók munkája előtt. Franciaországban az Eiffel-tornyot világítják ki esténként, a britek pedig minden csütörtökön tapsolnak az egészségügyi dolgozókért. Egyre több a beteg az ecuadori kórházakban, így az egészségügyi dolgozók feladata is egyre nehezebb. Ráadásul még pihenő idejükben sem mehetnek haza, hogy ne fertőzzék meg családtagjaikat. Sokan hetek óta nem látták gyermekeiket, még anyák napján sem találkozhattak, amelyet a hétvégén ünnepeltek a dél-amerikai országban. Anyának lenni óriási felelősség, most azonban, amikor egy világjárvány pusztít, háttérbe kell szorítanunk a családunkat, hogy 100%-ban a betegekért dolgozhassunk, mondta egy ápoló. A kínai egészségügyi dolgozóknak hónapokat kellett a családjuktól távol tölteni. Az évelején több száz ápolót és orvost vezényeltek a fertőzés által leginkább sújtott Hubei tartományba. A kínai elnök kedden az ápolók világnapján mondott köszönetet a frontvonalban dolgozóknak. Xi Jinping közleményében úgy fogalmazott, az ápolóknak nagy szerepük volt abban, hogy Kínában legyőzzék a járványt, más országokban pedig folyamatosan küzdenek az emberek egészségéért. A járvány kitörése óta sok európai országban is folyamatosan megemlékeznek az orvosok és ápolók munkájáról. A franciák esténként az Eiffel-toronyra vetített fényjátékkal mondanak köszönetet. Az Egyesült Királyságban március vége óta minden csütörtökön az egészségügyi dolgozókért tapsolnak. Országszerte ezrek fejezik ki hálájukat az erkélyeken. A kezdeményezés aktív tagja a brit miniszterelnök Boris Johnson is, aki minden csütörtökön kiáll a Downing Street 10 elé. Károly herceg pedig feleségével együtt skóciai rezidenciája előtt szokott tapsolni. A miniszterelnökhöz hasonlóan a trónörökös is megfertőződött a koronavírussal, így mindketten első kézből tapasztalhatták meg a brit egészségügyi dolgozók munkáját. Sok ápoló azonban elégedetlen a munkakörülményekkel. Franciaországban a korlátozások enyhítését követően több százan tüntettek azért, hogy szigorítsák a kórházak beléptető rendszerét. Azt javasolják, hogy a bejáratnál helyezzenek ki kézfertőtlenítőket és osztanak maszkot. Emellett a látogatók közül kérdőívvel és lázméréssel szűrnék ki a gyanús eseteket. Múlt héten pedig Madridban vonultak utcára a kórházi dolgozók. Bár Spanyolországban fokozatosan csökken az új betegek száma, a helyi egészségügy túlterhelt, az orvosok és ápolók pedig arra panaszkodnak, hogy nincs elég védőfelszerelés. Nem kaptunk egyértelmű előírásokat a gyanús esetek kezeléséhez, sok kórházban pedig heteken át védőfelszerelés nélkül dolgoztak, panaszkodott egy madridi ápoló. Európa egyik legfertőzöttebb országában már több tízezer egészségügyi dolgozó lett koronavírusos. A spanyol szakszervezetek adatai szerint náluk a legmagasabb a fertőzött orvosok és ápolók aránya a kontinensen.